Jó estét kívánok, Tanai Ibolya vagyok. Egy teremtő ember a mai vendégem, aki ha végig sétál Szombathely utcáin, lépten nyomon saját épületeivel találkozik. Tervezett egyebek mellett lakóházakat, ipari létesítményeket, középületet és templomot is. Több emlékmű és számos műemlékfelújítás is fűződik a nevéhez. Építészként és emberként is azt vallja, tisztességes akartam lenni és maradni. Az építészet számomra jól működő, önmagában harmonikus épületek létrehozását, megalkotását jelenti. Munkásságának egy része tervezőirodai keretek között bontakozott ki, de határozott egyénisége karakteres épületekben hagyott nyomot a kor igényei, adottságai és technikai feltételei között. Időközben átalakított és új épületei egyaránt meghatározó elemei Szombathely városképének. Hekenászt János névjegye következik. Hekenászt János 1936. április 12-én született polgári családban, ahol a nevelés alapja a hit, szeretet, megértés és kötelességtudás volt. 13 éves volt, amikor fogorvos édesapja meghalt, ettől kezdve édesanyjuk nevelte a 6 gyermeket. A szombathelyi püspöki elemi iskolába járt, majd a Nagy Lajos fiú gimnáziumba, ahol 1954-ben kitűnő eredménnyel érettségizett. Korán elhatározta, hogy építész lesz. Mérnöki diplomáját a Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen szerezte 1959-ben a Pogány Frigyes által vezetett építészettörténeti tanszéken. Rövid pécsi tartózkodás után 1961-ben került vissza Szombathelyre, a Vasmegyei Tervezővállalatnál állt munkába. 1970-től a Vasi Terv műszaki igazgatóhelyetteseként dolgozott. Évtizedekig oktatott a Győri Építőipari Technikum szombathelyi esti tagozatán, miközben számos köz-, lakó- és ipari épületet tervezett a megyében, elsősorban Szombathelyen. Tevékenysége különösen a vérellátó alközpont tervezésének elismeréseként kapta az építész szakma legrangosabb díját, az Ybl Miklós díjat 1969-ben. Legjelentősebb munkái közé tartozik a Vasi Patyolat, a Gagarin utcai Ideg- és Elmekórház, a Markusovszki Kórház belgyógyászati tömbje, a Felszabadulási Emlékmű, az ANTS és az APEC székház, valamint a Szőlősi Jézus Szíve plébánia templom tervezése. Dolgozott a megye más településein is. Ő tervezte a Balatonberényi gyermeküdülőt, a Büki városi sportcsarnokot, a Csepregi diákotthont, és ő készítette el a kőszegi Júri Sicsvár környékének rendezési tervét. Számos épület és tér felújítása fűződik a nevéhez. Mintegy 110 szakcikke jelent meg különböző folyóiratokban és több civil szervezetben is aktívan tevékenykedik. Alapító tagja a Szombathelyi Szépítő Egyesületnek, a Rumirajki Műpártolókörnek és a Vasmegyei Építészkamarának. 1968-tól a Szavária Nyári Egyetem tanácsának tagja, később társelnöke. Számos kitüntetés birtokosa, az Ybl Miklós díj mellett megkapta a Vasi Terv Nívó díját, a Munka Érdemrend Ezüst fokozatát, a Kós Károly díjat és életművért a Szombathely városa által alapított Heffele Menyhért díjat is. Szenvedélyesen szeret utazni, az élményeiről rendszeresen tartott vetített előadásokat a Vasi Tídben. Hekenászt János nős, felesége Andráskai Katalin, két gyermeke és négy unokája van. Nagy tisztelettel köszöntöm Hekenászt János építészmérnököt, akinek egész élete az alkotás jegyében telt. Adódik hát a kérdés, hogy honnan ered az építészeti szakma iránti elhivatottsága? Volt-e a családban bárki, aki építészettel vagy más alkotó tevékenységgel foglalkozott? Nagyapám, akit személy szerint nem ismertem, mert már meghalt, mikor én megszülettem, ő oltárépítő volt, és mindenféle asztalos, berendezési, szobrász, festészeti munkákat vállalt, és a kiegyezés utáni idők ezt kedvezően érintették. Aranyérmet is többször nyert kiállításokon. Tehát a rajzkészségét feltehetően tőle örökölte? A rajzkészsége biztos, hogy neki már totálisan megvolt, de apám is, aki orvos volt, fogorvos, nagyon jól rajzolt, és néha együtt rajzolgattunk. Tehát gyerekkorában lehet azt mondani, hogy ez volt a legfőbb elfoglaltsága? Hát az egyik legfőbb. A másik meg a hanglemez hallgatás. Kurblis lemezjátszóval. Egy izgalmas, mondhatjuk így, időszakban került egyetemre az 50-es években. Akkor végezte el a műegyetemet, amely
tulajdonképpen a szocialista realizmus időszaka és az a korszak, amikor a politika erőteljes benyomást gyakorolt a különböző közintézményekben. Ráadásul 1945 után a műegyetem tanári kara is jó részt lecserélődött. Hogyan érintette mindez az oktatást? Milyen volt akkor ott a tanítás, és mit hozott onnan magával? Jó oktatás volt, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a gyakorlatból, a építési gyakorlatból legjobb szakembereket szippantották be egyetemi tanárnak, és olyan gyakorlatcentrikus volt a sok féléves, meg negyedéves terv készítésével, hogy tulajdonképpen makettel nem nagyon foglalkoztunk, de viszont tisztességgel az alaprajztól egészen a távlati képekig, a tájba élesztésnek a bemutatásáig rajzilag mindent el kellett készíteni a gyakorlatok alkalmával. Ha pedig szűk volt az a keret, amit az egyes tanszékek a saját tanerőikkel biztosítani tudtak, akkor a legnagyobb tervezőirodákból a legkiválóbb szakembereket hívták be a tervezési gyakorlatok konzulensei vezetőiként. Például az ipartervből irányítottak engem, hogy egy óriási ruhagyárat tervezek, ha jól emlékszem, a negyed év második felében. Tehát tényleg erre egy szavam sem lehet. Voltak meghatározó egyéniségek akkor a műegyetemen, akik önre is nagy hatást gyakoroltak? Hát az építészet történetét rettentően szerettem. A legnagyobb hatást a újkori építészet történeti tanszék vezetője, Pogány Frigyes gyakorolta rám, és olyan részletességgel volt szerencsénk hallgatni az újabb kori építészet történetet, hogy az elődeink erre nem voltak képesek, mert az ókori, középkori tanszéknek szinte azt lehet mondani, hogy a 20. század elejei óriási fekete-fehér diafelvételei voltak. Ő viszont bejárta akkor már mindenféle kapcsolatai révén Nyugat-Európát is, és rengeteg saját felvételt készített, úgyhogy hihetetlenül színesek, élményt jelentőek voltak az előadásai. Nem véletlen akkor, hogy a diplomamunkáját is az építészet történet területéről választotta? Nála jelentkeztem az ő tanszékén, és meg kell, hogy mondjam, hogy döbbenetes meglepetés ért. Ő kértem, mivel már 10 éve próbálta a Tatai Várnak egyfajta rekonstrukcióját, meg valamilyen vendéglátóipari egységgel való kiegészítését diplomamunkaként kiadni, és ez 10 éve nem sikerült. Hát mondta, hogy ezt vállaljam végre, aztán meglátjuk, mi lesz belőle, és akkor képes volt velem Tatabányára utazni a lányával, akiből szintén építész lett, meg a tanszéki konzulenssel, és akkor körbejártuk a várat. Hát tényleg megállapíthattuk, hogy nem olyan kétkarcáros feladat, mert a várárokba haltenyészet folyt. A parkban a legkülönbözőbb helyeken voltak mindenféle kőemlékek elhelyezve. A bástyák kicsit üresek és elhanyagoltak voltak. Így az északnyugati bástyára javasolta, de én is azt hoztam skicceimmel javaslatba a vendéglátó egység számára, és a várfal belső felén pedig egy pergolaszerű kőtárat helyeztünk el, ahol a szanaszétheverő köveket össze lehetett gyűjteni, és be lehetett számozni őket, kis feliratokkal ellátni. A műemlékek iránti fogékonysága innen ered vajon? Hát egész biztos, hogy egy nagy löketet kapott. De amúgy is a gyerekkoromnak a Szombathelye az cifraépületekből állt,
és nagy, magas bérházakból, mellette még óriási zökkenőkkel, akár földszintes házikókból is. És a gyerekkoromnak ez a érdekes szombathelye, ahova a főtéren laktunk egyébként, ahol az apámnak is a Blumház emeletén volt rendelője, nekünk pedig lakásunk, nagy befolyás gyakorolt rám, hiszen a villamos becsilingelt a térre, végigmászott rajta, középen meg is állt. Szóval élveztük ezt a városi nyüzsgést, és nagyon erősen hatott rám maga a szombathely, és ugyanakkor, amikor mondjuk egy Sopronhoz vagy egy Kőszeghez képest, nem volt város remeknő. Emlékszik-e arra, hogy mi volt az első munkája? Tervezésire gondol? Igen. Amikor Szombathelyre kerültem 1961-ben, két évnyi pécsi munka után, amit kivitelező vállalatnál töltöttem, akkor megérkezve nagy szeretettel fogadtak, és Kemenes Sömjénben két kastély volt, a Bezsenyi kastély, amely működő gyermekotthonnak adott helyet, és a Radó kastély, amely szinte romos volt. Hát abból is gyerekotthont kellett csinálni. Ez volt a két első felújítási, átalakítási, helyreállítási munkám. Most évtizedeket töltött a Vasi tervnél, hiszen 1961-től egészen 90-ig ott dolgozott. Ez alatt az idő alatt biztosan számos izgalmas feladatot kapott, de vajon mennyire volt ez csapatmunka, amit ott végeztek, vagy mennyire volt önmegvalósítás? Egyáltalán érvényesülhettek-e a saját elképzelések, vagy azért voltak bizonyos irányvonalak? Irányvonalak tulajdonképpen nem voltak. Ez már a új, modern, Bauhaus alapozású, korszerű építészetnek az újjáéledési időszaka volt, egyfajta kilábolás a szociálnak a stíluskereső, klasszicizáló építészetéből. Tehát ilyen központi meghatározása feladatok kinézetének vagy megoldási módjának nem volt. Számomra lényegében az volt a meghatározó, hogy az épület mindenek előtt funkcionáljon. Tehát ami rendeltetése volt, ez akár egészen kicsi falusi iskola, akár nagyobb létesítmény, ipari vagy bármilyen más, annak jól kellett működni. Ha aztán még küllemileg, megjelenésileg ez kellemes volt, és egyfajta építészeti többlet volt benne, felhívta magára a figyelmet, esetleg ki is fejezte a belső tartalmát, hát akkor az nagyon jó volt. Tehát valami ilyesmi módon próbáltam én a tervezéshez hozzáfogni. Beláttam, hogy a tervezés az egy nagyon szigorú csapatmunka. A ember testhez hasonló, feje az építész, a csontvázát, az állékonyságát, a statikus biztosítja, az egyéb gördülékeny működést, a különféle elektromos vízcsatorna gépészetek, és a megközelítést pedig mindenféle mélyépítési szakágak. Tehát együtt kellett keményen működni. Most a Vasi tervnél ráadásul megadatott önnek az a lehetőség, ami azt hiszem keveseknek, hogy a saját munkahelyét is megtervezhette. Tényleg ez egy furcsa valami volt, mert olyan egész apró tervező részlegek összevonásából 1960. júliusában jött létre a Vasi terv, amelyik annyit jelentett, hogy a Vas megyei tanács tervező vállalata, akit felügyeletileg a építési közlekedési osztálya alá rendelte. Munkák, mivel annyi volt az elmaradt felújítás, meg karbantartási munka 1945 után, miután a legfontosabb
romeltávolítások és újjáépítések bekövetkeztek, hogy minket elsősorban EVM rendelettel is a felújítási, átalakítási, esetleg korszerűsítési munkákra köteleztek. De csak azt végezhettük el, mert annyi volt az elmaradás, amire az EKV osztály, tehát a felügyeleti osztály kijelölt bennünket. Úgyhogy egy elég kötött valami volt, és állományon kívüli béralapot kellett kikönyörögni ahhoz, hogy minket is próbáljanak megbízni egészen sürgős feladatokkal, ugyanis a tervosztálynál mindig voltak maradék pénzek azokból a térségekből, amelyeket Vasmegyének el kellett csábítani, így a határsáv menti zártságba, ahol nem tudták elkölteni a nagy iparfejlesztési területek, centrumok, városoknak a előirányzatait, akkor maradék pénzekből hozzá lehetett fogni ehhez a hozamahoz. És akkor így születhetett meg a vasi tervépülete a Hunyadi úton? Na most lényegében a vasi terv beleesett a kinőtte az apróbb székházi lehetőségeit, és irodaházi tilalomat rendeltek el 1968-ba. Ezt olyan keményen, nem is talán 65-be, hogy tartani, hogy nem vették tudomásul, hogy egy tervezőiroda, bár az a neve, hogy tervezőiroda, gyakorlatilag egy termelő üzem, terveket előállító műhely. És akkor kértük, hogy a új tanácselnököt, dr. Gonda Györgyöt próbáljon valahogy közbe járni, hogy egy normális székházhoz jussunk, ahol az előbbiekből is eredően a csapatmunka jól, szoros együttműködésben végezheti. Azt a választ kaptuk, hogy szerencsénk van, mert kísérleti jelleggel, ha hajlandók vagyunk, egyterű irodaházat. Igen, amerikai stílusú irodát. Igen, lényegében amerikai stílusú, és akkor ezt kísérleti jelleggel, ha mi megépítjük, hát akkor tanulmányozni fogják majd rajtunk, hogy milyen is egy ilyen egyterű irodaház és működése beválik, nem válik. És ezt megelőzte az is, hogy Budapestre egy 6000 fős tervezővállalatot próbáltak előirányozni a szocializmus felépítése jegyében. Ennek az egésznek akkor a Csángó András volt egy nyugdíjas építész, aki a hotelifjúságért kapta az díját, a megbizotja, kiküldték nyugatra tanulmányozni, és ő akkor frissen tért vissza Németországból, Angliából, Franciaországból, és mi ajánlották, hogy keressük őt fel majd a skicceinkkel. Felutaztam, vele konzultáltam, rendkívül kedves volt, és tulajdonképpen sikerült megépíteni az első hazai egyterű tervező irodát. Egészen fiatal építész volt még, 31 néhány éves, amikor megkapta a szakma legrangosabb elismerését, az IBL díjat, és a méltatásban elsősorban a vérelátó alközpont épületét emelték ki. Mik az erényei ön szerint ennek az épületnek? Az, hogy tökéletesen teljesítette azt a funkciót, amit az üzemeltető osztályvezető főorvos dr. István Lajos professzor úr szánt neki. Ez egy nagyon széles skálán mozgó funkció sor, amelyek az akkor éppen elinduló kiszállásos nagy volumenű vérvételeknek az üzemi előkészítése, palackfertőtlenítés, különféle folyadékok elhelyezése benne, aztán a továbbképzés, ez egy
nagy földszintes szárnyba került. Alul étkezde, melegítőkonyha, kazánház, gépészet és raktárak kerültek. A földszinten az oktatás céljaira azért volt szükség, és azért kellett a földszintre kerülni, hogy ne zavarjon bele a további egészen sajátos vérellátó funkciókba, nevezetesen az egészségügyi igazgatásba, ez az első emeleten kapott helyet, második helyen a vérvételi szint, harmadik emeleten ugyancsak vérvételi szint, csak vizsgálatokat végeztek, és a negyediken specifikus, csak szinte vasmegyére jellemző vérkészítményeknek steril körülmények között előállítása folyt. Az egészet pedig egy terasz zárta le, ahová úgy az oktatási szünetekben, mint a vérvétel elájulók számára egy üdülési lehetőséget nyújtott az épülettel végigműködő felvonón keresztül. Na hát ez egy egészen speciális és elegáns burkolatot kapott, a tófai kirámja burkolatot, sajnos nem volt egészen fagyáló, úgyhogy elég sokat brumlisztunk vele, de végül is jól nézett ki. És a körútnak mind a két oldaláról közelítve egyfajta záróépületként is jelentkezhetett. Tehát városképileg is egy kiemelt pozíciót foglalt el, emiatt a öt emeletes torony rész miatt. És ez talán így van még a mai napig is. Hogy hogyan funkcionált, arról elsősorban azok tudnának mesélni, akik ott éveket, évtizedeket dolgoztak, de ha én jól tudom, akkor a szakma egyöntetően, elismerően szólt a vérellátóról. Nem volt ez egészen így például az APEC székház esetében, mert ha minden igaz, akkor ezzel kapcsolatban már megoszlottak a vélemények. Ön szerint miért? Hát ennek több oka is lehetett. Egy csendes irigység méreg, hogy egy jóformán azt lehet mondani, hogy a székesegyház méretű épületet kellett megtervezni, de óriási volt a program. Másrészt nem egy skatuját csináltam a város szélére, mert az egy óriási skatuja lett volna, és szétszedte volna, hiába lett volna üvegfala vagy függönyfala. Tehát egyszerűen neki fogtam felszeletelgetni ezt a hatalmas programot, és ez még valahogyan sokaknak a csőrét is hát szúrta, hogy nem elég modern, könnyen lehetett belekötni, de hát végül is egy tervpályázat volt rá meghirdetve, és az egyetlen lehetséges megoldásnak pont ezt a feldarabolósdit tartották. Úgyhogy ez a sok funkció miatt volt, így gondolom. A sok több eltérő funkció tette lehetővé, hogy feldaraboljam. Mert az APEC székház az magában egy funkció, de aztán együtt jelentkeztek a Hungária biztosító, a Jáki Takarék Szövetkezet, áruházak a földszinti részre, és hát ez bizony-bizony úgy móresre tanította az embert. Nem is beszélve arról, hogy akkor már nagyon kis létszámon működött a vasi terv, mert a GMK-k azok széthorták a munkát is, meg a feladatokat is, meg magát a személyi állományt is. De azért kapott elismerő szavakat olyan körből is, amire talán nem is feltétlenül számított. Tényleg így van. Egy évfolyam találkozót is szerveztem felkérésre, és ezen szinte az egész évfolyam megjelent, és váratlanul beállított Makovec Imre is, akivel tulajdonképpen teljesen sose szakadt meg
kapcsolatom, de szorosan viszont sosem vált, hiszen érdekes módon együtt kaptunk IB-díjat, Kós Károly díjat, egyazon teremben, egyazon időpontban, de teljesen más munkára, és akkor azt mondta, hogy na hát ekkora megvalósulását a Kós Károly féle építészetnek még nem találkozott, nem látott. Úgyhogy ilyen jellegű elismerés is volt. Tehát, de hogy mondjuk ennyire megosztó tudott lenni, hát mindenképpen azt jelzi, nem akármilyen nem volt épület, egy átlagos nem épület. Volt egy átlagos épület. Azt nem árulta még el, hogy melyik volt a tervezői munkái közül a legkedvesebb, vagy a legemlékezetesebb? A Jézus Szíve templom. Szőlősben. Szőlősi Jézus Szíve templom. Ugye tragikus elődje volt ennek, a egy éves használat után lebombázták ezt az új templomot, és hosszú évtizedekig, mint egy majdnem fél évszázadig kényszer lakhelye volt az ottani szőlősi iskola épületbe berendezett kápolna a Jézus Szíve templom pótlásának. Ennek az egész dolognak aztán helyet kellett keresni. Három vagy négy helyet is fölpróbáltam társadalmi munkába. Az egésznek a legrafináltabb ilyen helykereső mozzanata a szőlősi régi temető helyén való megépítés, de aztán szerencsére Horváth Lajos atya, aki plébánosa is volt a szőlősi hívő közösségnek, de ugyanakkor a egyházmegyei hivatalnak a vezetője is volt, hittanár volt a hitoktató képzésben, tehát ezernyi elfoglaltsága volt. Végül is sikerült neki a városi tanácstól egy telket kicsikarnia a Hunyadi út vége felé. Igaz, hogy ez sem volt valami nagyon egyszerű telek, mert fővezetékek mentek el rajta, és szűkítették be a telket, de hát éppen, hogy elfért rajta ennek a templomnak a programja, amit Lajos atya egy kockás papírra írt le nekem, és valahogy vége az volt, hogy templom legyen, szeressék. Hát én úgy gondolom, hogy ezt sikerült megvalósítani, annak ellenére, hogy nem programozott agyon. Hihetetlen szabad kezet hagyott, egyszerűen azért, mert olyan rettenetesen elfoglalt volt. De a templomnak a kivitelezése, tervezése során is óriási szerencsém volt. Mert végül is ez az emeletesre tervezett templom, amelyiknek a földszintjén eredetileg plébánia lakás, oktató terem, közösségi terem, egy nagyobb előcsarnok, amely kiállítások céljára is alkalmas, a kapott helyet meg gépkocsitárolók a templom előtti térség alatt, lehetővé tette, hogy egy kicsit kiemelve ezt az épületet, egy nagy lejtős kanyarral megoldható volt a mozgás korlátozottaknak is a jó megközelíthetőségi lehetősége, úgy az alaksor karakterű alig földszint számára, mint a templom számára. A másik nagy szerencse dekád az volt, hogy nagyszerűen sikerült társművészekhez jutni. Mindenek előtt Marosfalvi Antalt emelném ki, akivel végül is az ikonosztázt Pannonia szentjeivel végig sikerült csinálni. És akkor még nem beszéltünk az üvegablakokról? Nem beszéltünk, amikor a nagy méretű üvegablakoknak hát látták a terveit akvarellel
kifestett tervrajzait csináltam, akkor a szombathelyi kivitelező vállalat, amelyek egyébként az ablaknak a kivitelezésére kapott megbízást, adományként vállalta ennek a Jézus szíve hatalmas üvegablaknak az elkészítését, alig hanem a Magyarországon található legnagyobb ilyen üvegablak, ahol kitárt kezű Krisztus, kitárt szívű Krisztus Szombathely nevezetes épületei fölött lebeg, ő fölötte a Szentlélek, mert valamikor Szentlélekről elnevezett lelkészség működött Szűrősbe az erdődiek fennhatósága alatt. No, hát egymás után készültek el az üvegablakok, és egymás után adakoztak hívek, hogy ezek mind-mind megvalósulhassanak. A terveimet, amik a belső építészetet szolgálták, mind felhasználásra kerülhettek, az ablakok is, de a üvegablak készítő művész egy kicsit elbarokkizálta az egészet, tehát sűrűbb osztásra vette, és a színváltozatokat is kicsit gazdagabban helyezte, módosította. Most, hogy milyen izgalmas ez a szakma is, hogy milyen sokoldalúságot követel az építészektől, azt jelzi, hogy ön nem csak épületeket tervezett, hanem egyebek mellett emlékműveket is, és ezek közül talán a legközismertebb a szombathelyi felszabadulási emlékmű. Amikor elkészült, akkor nyilvánvalóan nagy elismerés övezte, még a város címerébe is bekerült. Aztán később a rendszerváltás környékén már némi ellenérzést is kiváltott. Voltak, akik egyenesen az elbontását szorgalmazták, különböző ötletek születtek a hasznosítására. Önnek mi volt elsősorban a szándéka akkor, amikor ezt megalkotta? Mit akart közvetíteni, üzenni vele? Hát egyfajta felszabadulást, de olyant, amelyik nem torkollik bele egy elég diktatórikus és fogd be a szádat rendszerbe. A második világháború rengeteg családot és az egész országot is megtépázta. Ugye vastagon azért kavarodtunk bele a akaratunk ellenére a második világháborúba, mert a ország vezetése próbálta korrigálni a Trianonnak a kegyetlenségét, és hát tényleg úgy volt, hogy ez egyfajta német szövetségben esetleg lehetséges lesz. De azért részletesen belenézünk a történelembe, akkor nem olyan egyszerűen és nem élvonalban csatlakoztunk mi a második világháborúhoz. Úgyhogy amikor mindennek a világháborús világégésnek vége lett, úgy éreztem, hogy felszabadult az ország, tehát egy felszabadulási emlékművet akartam csinálni. Két változatba is elkészítettem a pályaművet, egyébként nagyon aki tudott, pályázott. És a zsűri legnagyobb meghökkenésére nem tudtak dönteni, hogy melyik legyen az első díjas, így két második díjat adtak ki, kibontották mind a kettőnek az zárt borítékját. Mind a kettő az önné volt? Szerzője én voltam. Szerencsémre ezt a lendületesebbet választotta a megyei pártbizottság, Gonda György véleménye ellenében, és ő a másikra szavazott volna. De valóban két zászlót ábrázol egyébként? Hát nevezhetjük annak is. Én úgy mankónak mellett kérdezték, hogy mit ábrázol. Valójában az erőt, a felszabadulás adta lehetőségeket próbálja ábrázolni. És én azt gondolom, hogy ez sikerült is, mert nemzetközi építészeti kiállításokon is nagy sikerrel szerepelt.
Dortmundtól Bécsen át Damaszkuszig, szóval tényleg az egész dolog nem csak így itt helyben volt népszerű, mert megcsinálták marcipából, tortából, süteményből, mindenből, és ma tulajdonképpen a fogalom az emlékmű. Hát nem az erő emlékműve, de az emlékmű. Na most önnek, mint egy több évtizedig alkotó építésznek azzal is szembesülnie kellett, hogy bizonyos épületei felett eljárt az idő, hiszen néhány évvel ezelőtt lebontották például a kórház belgyógyászati tömbjének épületét, a híres kékcsempés épületet, most pedig épp a Haladás stadiont bontják, amelynek tervezésében szintén részt vett. Milyen érzés ezt átélni? Hát ez keserves érzés. Az idő múlik, én is megöregedtem, és tulajdonképpen egyszerűen nem fért el másképp az új, ugyancsak belgyógyászati és részben fertőző betegségi tömb a kórház területén, mint hogy ezt a szegény kékcsempést le kellett bontani. Voltam betege sajnos, de végül is egészen jó volt benne betegnek lenni, tehát nem beszélt vissza a ház, még 3 évtized vagy 3,5 évtized után sem, de hát eljárt fölötte az idő. Hát egyáltalán a szerencse az volt, hogy semmit nem fordítottak rá, költséget, tehát úgy nagyobb szívfájdalom nélkül le lehetett bontani. Az más kérdés, hogy az erkélyek, a vastag falak, azok szinte természetszerűleg az épület szerkezeteiből adódóan klimatizálták ezt a házat. Hát az újban nem vagyok biztos, hogy ezt a saját klimatizálást végre tudják hajtani, bár konzulensként részt vettem annak a tervezésében is, és hát egyet kellett értenem, hogy máskülönben egy 3 vagy 4-szer annyi ágyas kapacitású dolog nem helyezhető el a kórház területén, és végleg akkor ki lehetett alakítani egy fedett átjárást az összes kórházi szárny között. Nagyon sokat beszéltünk most már az építészetről. Befejezésül én szeretném, hogyha arról is szót ejthetnénk, amit nagyon sokan tudnak önről, hogy szenvedélyesen szeret utazni, hiszen a TIT-ben rendszeresen tartott előadásokat, élménybeszámolókat az egyes országokról, ahol megfordult Európában, illetve Európán kívül is. Mi motiválta az utazási kedvét? Elsősorban a történelem iránti, vagy az épületek iránti érdeklődés? Tulajdonképpen a népek, az épületek, a természet sokszínűsége mind-mind motivált, és szerencsére ebben nagy partnerem volt a feleségem is. Csak később, mikor már nem győztek utánam lihegni, mert egészen szinte merésznek tűnő egyedi barangolásra voltam képesek, akkor váltak ketté az ütjönkök, ő inkább a nyaralásosakat választotta, én pedig továbbra is ezeket a felfedezőseket. Melyik a legemlékezetesebb hely? Számomra Nepál volt a legemlékezetesebb. Ugye a Himalája legmagasabb csúcsai is oda látszanak, valami 7 darab a Katmandu medencéből, nagyon jól beleértve a Mount Everestet is látszik. Bevallom, egyiket sem áztam meg, éppen elég volt becsatangolni a Katmandu völgyet, és éppen az egyik ilyen Katmanduról és a völgyéről szóló előadást, azt egy héttel a földrengése előtt tartottam, és hát majdnem a szívem szakadt bele, mert előttem volt nagyon. Ez a pár szép város, amelyik még a világörökség listájára és például a Versailles megelőzve került föl nemzetközi kezdeményezésre. Remekék voltak.
Többször megemlítette a feleségét a műsor közben. Szinte kötelességemnek érzem elmondani, hogy a szakmájának köszönheti őt is tulajdonképpen, hiszen olyan családból származott, vagy származik, aki a háború előtt egy hatalmas építőipari cég tulajdonosai voltak ők. Igen, Müller Edének ma is még az öregek körében egyfajta nagy becsülete van, és ezt a becsületet próbálják is helyreállítani. Most is cikkek jelennek meg róla. Ő neki 4 gyermeke volt, István építészmérnök, Ede jogász, Mariem háztartásbeli, és legfiatalabb, most lehet, hogy nem is jó sorrendben mondtam el őket. Tehát mindegy. Szóval az én apósom építész volt, és ő az Andrással együtt vitte a céget, mert András volt a második fiú, és ennek az egész örökségnek nagyon furcsa, számomra igen kedvező körülménye volt, hogy a feleségemnek a bátyját, akit sehova nem vettek föl, mint fiúgyermeket, se gimnáziumba, se sehova, úgyhogy egy ipari tanuló iskolát végezhetett, aztán egy technikumi osztályt, 56-ba dobbantott egyet. Aztán Zürichbe elvégezte az egyetemet, nem akármilyen egyetemet. És híres építész lett belőle. És híres alagút építő lett belőle, és most nem olyan régen volt a Magyar Tudományos Akadémián egy előadása a Gotthard alagútról, amelyeket majd idén fognak a legutolsó ütemében is felavatni. Nagyon szépen köszönöm, sajnos elszállt az idő. Ha jól tudom, akkor egyik unokája tovább viszi a szakmát. Legyen benne sikeres, neki ezt kívánjuk. Önnek pedig további jó egészséget és sok-sok örömöt kívánunk a következő esztendőkre. Köszönöm szépen, nagyon hogy szépen itt volt. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget is, hogy itt megszólalhattam. A kedves nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!